A fiúk, és köztük Cyrano is, természetesen mit sem értettek az egészből. Még azt sem, hogy a lányok szemében nem volt érdemi különbség a cefrés medvék és egyedek barátai, mondhatni elegánsan finom és parodisztikus álljátéka és a gyerekkori szerepjátékok között. Ezt az érdemi különbséget szegény lányok már csak azért sem észlelhették, mivel a fiúk is inkább csak remélték, mint sem tudták a meglétét. Persze a lányok fölénye létszámbeli, kétszer annyia, mint a fiúk, mellett immáron hatalmi értelemben is megmutatkozott, mikor az egyébként jóformán minden esetben a fiúkat dicsérő, a lányokat pedig rosszul leplezve utáló Vivien ezúttal csodák csodájára mégis melléjük állt. 10 perc alig több kellett hozzá a fiúknak, hogy megértsék, ez itt most bizony nem babra megy, tényleg bajban vannak. Így az egy szem Ferit leszámítva, aki ugye becsöngetés ide vagy oda, fejében még mindig inkább Luke Skywalker volt, le is álltak a poénkodással, és bár érteni egy szót sem értettek abból, hogy a lányok egyszerre miért és hogyan is avanzsálhattak ilyen tovább, minden további nélkül már szakrálisan tisztelt életnőkké, és őket most ezzel egy időben miért kell lekisfiúzni, megértették, hogy legjobb, ha leszegett fejjel, homlokráncolva, bólogatni kezdenek, és mindenben elismerik az érett nők, a már-már kész kis hölgyek igazát. Arra válaszul, amit talán Péter kérdezhetett meg, kisebb meglepetést okozva. Na és a fiúknak van valami hozzáfűzni valójuk az elhangzottakhoz? Felszólításra reagálva, nevezetesen. Mégis, mi a fészkes fenével tudnánk akkor ők bizonyítani, hogy már kellően érettek ahhoz, hogy a lányok kifinomult és kitűnő társaságát élvezhessék. A Vivien csak egy pillanatra jött zavarba, majd azzal vágta ki magát, hogy ez nem így megy, ez is bizonyítja, hogy még milyen éretlenek vagytok. Helyeslés a lányos pacsorok. Mit tudom én? Ezek eseti dolgok. Például legyetek velük szelidek és előzékenyek. Engedjétek előre őket az ajtóban, vagy nem tudom, esetleg egyszer-kétszer meghívhatnátok őket egy kókuszgolyóra, vagy valamire a büfében. Az ezt követő döbbent lányok és fiúk egyaránt csendet a Vivien rögtön ki is használta, hogy helyesbítse az iménti mondandóját. De ez most nem azt jelenti, hogy kezdjen el mindenki kókuszgolyókat fizetni a büfében, az lenne ám csak az igazi éretlenség? Hangos kacalja a lányok részén. A fiúk leforrázva ültek. Kész. Kapituláltunk. Oké, nem értik, a világ hivatalosan és hitelesen is logikátlan. Most akkor vegyünk kibaszott kókuszgolyót. Nem. Cyrano inkább a nem mellett döntött. Nem csak azért, mert esetlen és idétlen dolognak érezte volna, ha ezúttal bármelyik lányt tanári felszólításra kókuszgolyóval kezd értetni, hanem mert nem is tudta, mi alapján válaszol közülük. Nem lenne hát az éretlenség csimboraszója, csak egyiküket meghívni, a többit meg nem. Hogy mégis mit gondol a Vivien, hogy akkor majd ő az összeset? Tudja ez egyáltalán, hogy az mennyi kókuszgolyó? Mennyi pénz? Neki még egyre se futja, ha lenne annyi, bármennyi zseppénze. Az első és második, harmadik és negyedik körben lehetőleg magának venne. Nem is volt még a büfében, pedig ide jár már 7. éve. Úgy érezte, ennél nagyobb igazságtalanság már valóban nem létezhet a Földön. Épp azon merengett, hogy nincs a teremtésben vesztes, csak ő, mikor Juhász Zsófika sovány, csontos keze ismét a magasba lendült. Ó, és nem ártana, ha erről az idétlen kardozásról is leszoknátok végre.
Így ért véget Cefrés medve és rettenthetetlen társainak üt története, akik az utolsó nagy csatájuk előtt értetlenül és vigasztalanul haltak hősi halált. Habár szóbeszéd szerint Luke Skywalker néha azért még felfeltűnik a galaxis valamely pontján, összetekert fény metró újságját elnyettel lóbálva, bölcs körültekintéssel pásztázva a kihalt csatatere. Pedig már 42 éves és egy légkondicionálás nélküli irodában dolgozik napi 8 órát. Aki nagyon bonyolult és nehezen megközelíthető szövegre számít, az csalódni fog. Ez egy igen jól olvasható, igen jól megírt, magát olvastató könyv. Hát tulajdonképpen két főszereplője van, annak ellenére, hogy a címe Cyrano, tehát logikus lenne, hogy ő a főszereplő, az egyik valóban ő, a másik pedig a könyvnek a narrátora, aki ezt az egész történetet, Cyrano kalandjait, történeteit elmeséli. Cyrano ugye egy kis iskolás gyerek, első éves korában ismerjük meg, és egészen 8-ig kísérjük pályafutását, természetesen nem napról napra, hanem különböző borzasztó eseteket kiragadva, és időként kitekintve a részben Cyrano, részben pedig egyes szereplők jövőjére is, mint hogy itt is hallottuk, van, aki már 42 éves korában is megjelenik, vagy legalábbis hát utal rá az elbeszélő, amikor egy levegőtlen irodában dolgozik. Ahogy itt olvasgattam a könyvet, nekem az bontakozott ki az egyes esetekből, hogy ez a Cyrano, ez ilyen szerencsétlen, nyavajgós, élhetetlen gyerek, egy igazi lúzer. Hát egy ilyen nyápic kisfiú, akivel tulajdonképpen borzasztó dolgok történnek, legalábbis ő úgy éli meg, még azt a legátlagosabb dolgot is, hogy naponta iskolába kell menni, és hát az iskolának van természetesen egy hierarchiája, van egy birodalmi berendezkedése, mint hogy van a játszótérnek is, és van az egész gyermeki világnak. Cyranónak viszont van egy, hogy úgy mondjam, csodafegyvere, ez a csodafegyver pedig a beszéd. Ez akaratlanul is a segítőjévé, sőt aztán később hát eléggé nagy horderejű fegyverévé válik a későbbiekben, de hogy hol történik meg ez a felismerés, amikor talán még akaratlanul használja, arra pár mondatot szeretnék csak idézni a kötetből, a játszótéri korszakból, amikor ugye a játszótér hierarchiája szerint a gyerektársaságot uraló másodikos kisfiú, aki az elsősök fölött és a másodikosok fölött is ugye hát basáskodik, oda rendeli magához Cyranót, akiről már ő sok mindent hallott. És Cyrano a maga ártatlanságában oda is megy az értekjövő két fiúval, a bizonyos Tom-Tom nevű játszótéri hatalmasság elé, aki ott kényelmesen ül a hintában. Ez lenne, azt kérdezte Tom-Tom, mire Feri a kellőnél valamivel teátrálisabb mozdulattal átszelemű, fülig érő vigyorral bólintott. Szóval te lennél az a híres, nevezetes, mondta a szemüveges, vékony, hirtelen szőke fiú, a tőle telhető legkimértebb és legvontatottabb hangján. Én. És gondolom, te vagy akkor Tom-Tom, kérdezte Cyrano, mire a félkörben állók egyszerre sütyorogni kezdtek, a fejüket kapkodták, felvált a Tom-Tom és Cyrano között. És a vezérszerepet játszó kis még nem is tudja, hogy ezzel megkezdődött bukásának folyamata, mert innentől néhány hét vagy egy-két hónap telik el, és már nem ő a játszótér vezére. Ezt a fajta természetes hozzáállást, hogyha ugye kérdezik tőle, hogy ugye te vagy Cyrano, az a híres Cyrano, csak ott te meg a Tom-Tom nyilván, tehát a lehető legtermészetesebben fogadja ezt a kérdést Cyrano, nem megijedve attól a helyzettől, hogy ott most a hatalmasság elé citálták, akkor ugye szintén egy nyápisz kisfiú. Még talán akaratlanul, szinte reflexből követi el ezt a választ. Talán még nincs benne teljes tudatosság, de a későbbiek során már tudatosan használja a beszédnek, vagy a retorikának azt a képességét, amely számára megadatott. A regény egyébként tipikus helyzetekre épül. Hát ugye főleg életkori topozokra
feltehetőleg mindannyian jártunk iskolába, mindenki átélt ezeket a tipikus diákélményeket, a felelés előtti drukkot, a készületlenségnek az állapotát, ugye, hogy a Karint írja, hogy hiányos a fegyvertár időnként, aztán a jutalomkönyveknek a vágyát, hogy ki kapja, ki nem kapja, én miért nem kapok, stb. Stb. Aztán a felnőtteknek a kérdéseit, hogy amikor a szerencsétlen elsős kisgyereket már azzal idegesít, hogy van olyan kislány, aki tetszik, mondja az iskolában? Vagy aztán a mi akarsz lenni, meg hasonló tipikus kérdések, vagy az első randinak a sutaságát ugye 7. osztályban, ami aztán a felültetettek klubjának az érzését alakítja ki Cyranóban, mert ugye a kislány kicsit késik, és látja, hogy még legalább 4-en várakoznak ott különböző randi partnerekre, és nekik is késnek a partnerei. Tehát egyrészt vannak ezek a nagyon ismerős, mindenki által átélt tipikus helyzetek, toposzok, de ez nem feltétlenül folyamatosan vagy kronológikus sorrendben kerül az olvasó elé, hanem az emlékezésnek a asszociatív módján. Tehát nagyjából a sorrend valóban az, hogy Cyrano első évestől 8-os lesz, de az egyes történetek elhelyezése nem mindig tartja be a szigorú kronológiát, szerintem től sokkal izgalmasabb, hát nyilván egyik helyzetről, egyik esetről asszociál a másikra. Ezért is van az, hogy a fejezetek inkább egy novellának, vagy egy-egy elbeszélésnek érthető, nem feltétlenül pedig egy regény, ami egy 4., 5., 6. fejezetének. Ezeket az ismerős élményeket egyébként a narrátor, mivel ugye Cyranóról van szó, hát meglehetősen egyedi karakterrel ruházza fel. Cyranó jellemzője az állandó ábrándozás, álmodozás, tervezgetés. Ugye mindig van ABC terve. Ha ez nem jön be, akkor áttér a másikra, az nem, akkor a harmadikra. És van egy olyan sajátosság, ami aztán a regény végén már szinte az önelemzés, vagy az önszembenézésnek a idegesítő voltával jelenik meg. Ez pedig az bizonyos belső narratíva, hogy Cyrano fejében állandó szöveget mennek, részben a külvilággal kapcsolatban, részben az ő gondolatait is kommentálva. És ez a fajta állandó készenlét, ez a fajta beszédkészség nagyon sokszor meg is menti őt bizonyos helyzetekben. Amikor például otthon hagyja a technikai ismeretekre szükséges ragasztót, és hát ugye felelősségről van, akkor ő maga jelentkezik, hogy igen, ez nagyon nagy hiba volt, bocsánat, mindenkitől elnézést kérek, többször nem fog előfordulni. Ettől ugye a legzordabb tanár is meghatódik, és akkor valahogy túl van a problémán. Ezt még néhányszor elköveti egyébként Cyrano, ő maga ezt cyranózásnak hívja, hogy szépen kibeszéli, és saját maga bűnösséget előtérbe állítva bevallja, hogy hibázott. Ezzel sok mindent meg is tud úszni, tehát a dumában nagyon jó. Na most ez viszont, hát ugye még azt a traumát is sikerül vele feldolgoztatni, amikor a iskolai jelmezbánra űrhajósnak öltözik, és aztán porszívónak nézik. Vajon miért, megkérdezik, hogy miért öltözött porszívónak. Most a másik főszereplő, az pedig a kötetnek a narrátora. A narrátor az látszólag mindent tudó, egyes szám harmadik személyben beszélő, vagy mesélő, elbeszélő, de a narrátor is nagy dumás. Tehát ő is sokszor behúzza az olvasót, úgy mondja el a Cyrano kalandjait, az egyes történeteket legalábbis, hogy utána rögtön kiderül, hogy nem is minden történt meg, vagy nem is pontosan úgy történt meg. Például, amikor ugye a már hallott részletből a Vivian nevű osztályfőnök, aki egy pedagógiai szörny lehetett, legalábbis a regény lapján azzá válik, ordítozik az osztályjal, akkor ugye Cyrano jelentkezik, föláll, és azt mondja, hogy Vivian nének, mi is emberek vagyunk, de tessék velünk emberekként beszélni. És akkor ott egy gyönyörű humanista szöveget mond, már-már gyanús rendezettséggel, folyékonysággal, mint egy valóban egy nagy humanista szónok. Most ezután derül ki, hogy ugye Cyranónak a keze körülbelül 2 centire emelkedett el a padtól, tehát semmi nem történt meg, viszont ő a fejében lejátszott ezt, hogy ennek valahogy így kéne lennie. És lehetne még más példát is mondani, amikor a
az elbeszélő becsapja tulajdonképpen az olvasót, de aztán természetesen valahogy korrigálja is ezt a félrevezetést. Tehát, hogy tulajdonképpen minden tudó elbeszélőnk van, de ez a minden tudó elbeszélő megbízhatatlan elbeszélő. Szerintem ez a kötetnek egy elég lényeges sajátossága, hogy a minden tudó elbeszélő nagyon szeret szórakozni az olvasóval, ahogyan Cyrano is egyébként, aztán egyre inkább az osztálytársaival, haverjaival, még a lányokkal is. Amikor a duma, a kibeszélés, a cyranózás válik egyik fő tevékenységévé. Talán nem is véletlen, hogy hangsúlyozott irodalmiság is jelenik meg a kötetben. Ugye kezdve a La Fontaine mesékre való utalástól, a Puskin anyaginjének, ugye a Tatjana levele megemlítődik, aztán természetesen Karinti tanár úr kéreme hangsúlyosan benne van, sőt ugye tudjuk, Cyrano Karinti földi helytartójának tartja magát szerényen, de Esti Kornélra is történik utalás, ugye Kosztolányitól. Tehát van egy hangsúlyozott, folyamatosan jelenlévő irodalmisága kötetben. Másrészt pedig van egy filmsorozatokból szedett Batman-nel, meg Superman-nel való azonosulási készség is, ezért nem sikerül Cyranónak például Supermannek öltözni, vagy nem tudom, valamelyiknek akar, és aztán azt ugye lelövik előtte, tehát hogy ő már csak űrhajósnak öltözhet, amivel a porszívó lesz. De a filmsorozatok említésekor időnként előkerül a Dallas is, ugye, ami Cyranónak valószínűleg nagy élménye, és a Dallasból, bár Bobbyt emlegeti inkább, de hát ott van mögötte Jockey. Most a Cyrano egy ilyen Jockey-szerű figura, aki a Dallasban ezt a szerepet játsza, aki félelmetesen tudja háttérből, vagy akár közvetlenül is irányítani a dolgokat. Tehát ilyen meggondolásból, hogyha ezt is figyelembe vesszük, akkor Cyrano már nem csak egy ilyen reménykedő idealista, vagy valamiféle elvont, érzékeny, lúzer kisfiú, hanem éppen a nyelvi erejénél, a beszédkészségénél és a beszédkényszerénél fogva egy nyelvi manipulátor, érzelmi zsaroló, egy rutinos zsarnok. Egy Napóleon, aki egyébként szintén megjelenik több ízben, akár közvetlenül, akár életrajzi motivumokkal is a könyvben. Tehát jóval bonyolultabb a képlet, mint hogy első olvasásra gondolhatnánk. És akkor én még tovább bonyolítom azzal, hogy eszembe jutottak, hogy a mitológiában vannak gyermekistenek. És ezek a gyermekistenek ugye nem feltétlenül életkorokat jelölnek a mitológiában, hanem bizonyos állapotokat. Tehát persze ismerjük, hogy van a gyermek Zeus, gyermek Apolló, gyermek Dionysos, és ezek valóban az isteni lényegnek egy bizonyos állapotát jelenítik meg a mitológiában. Tehát abban, hogy például abban az életkorban is benne van az isten. A gyermekistenek közül engem különösen a gyermek Hermészre emlékeztet ez a Cyrano. Különösen, hogy ugye a Hermész nem csak a kereskedők, meg a tolvajok istene, vagy a halottak alvilági kalauza, meg nem csak az istenek követe, hanem a szónokoknak is, a rétoroknak is az istene. Tehát ennyiben is elég emlékeztet Cyrano egy gyermek Hermészre, aki hát egyébként ugye, amikor megtanul beszélni, rögtön megtanul hazudni is. Tehát a kettőt ő rögtön el tudja sajátítani. Ugye reggel születik, délelőtt már, mit tudom én, megszökik a pólyából, vagy a bölcsőből, délben föltalálja a lantot, meg is tanul rajta játszani, délután ellopja Apollónak az 50 tehenét, és este meg visszafekszik a pelenkába, hogy magára sorra, mint aki jól végezte a dolgát, úgy mosolyogva elalszik. De ugye Apollón olyan mérges lesz, annyira megharagszik a gyerek Hermészre, hogy Zeus elé idézi. Ott pedig hát ugye Hermész elkezd lanton játszani, ami viszont annyira megtetszik Apollónak, hogy elkéri tőle a lantot, tehenekről már szó sem esik, és aztán ugye elcserélik a teheneket. Egyébként a Zeus előtt is nagyon szépen kimagyarázza magát, a gyermek Hermész. Tehát Cyrano már ott valamikor a görög mitológiában megszületett.
azért egy kis fájdalom is van a könyvvel kapcsolatban, mert természetesen, hogyha olvassuk ezeket a általános iskolás korszakról szóló történeteket, akkor nyilvánvalóan mindenkinek eszébe jut a saját általános iskolás kora. És megint csak jellemző Cyranóra, hogy nem feltétlenül hozzáad valamit ezekhez az emlékekhez, hanem én legalábbis olvasás után úgy éreztem, hogy elvett valamit tőlem ez a könyv az általános iskolás korszakból. Nem többek leszünk az olvasás után, hanem kevesebbek. Hát gazdagabbak a Cyranóval, de a saját élményeinkre, a saját emlékeinkre is jobban rálátunk, kicsit talán kiózanodva, és nem valamiféle ilyen nosztalgikus ködben, amiben esetleg az általános iskola még időnként feltűnik. Hát én most már csak azt várom, hogy mit fog elvenni tőlem a következő kötetekben a Cyranó, amikor majd a gimnáziumi kalandjait olvassuk, vagy egyetemi évei megírásában, hát és pláne amikor majd ugye kilép az élet iskolájába. És akkor most maga a szerző. Harmadikos korára Crockett már örök életére beletörődött, hogy ő bizony Crockett marad, bármi bárhogy is legyen. A gimnáziumban a bizonyítványt, egyetemen az indexét állítják majd ki Lengyel B. Crockett névre. Ezt a nevet mondja majd a felesége is, mikor úgy dönt, akarja az itt megjelentet. Ezen a néven vesz majd fel jelzálogot a lakására, amelynek ajtaján és lent a postaládán is ez a név díszeleg majd. És iskolai végbizonyítványaihoz hasonlatosan egy még nagyobb súlyú végső bizonyítványt is erre a névre állítanak majd ki, nagyjából 75 év múlva. Sőt, még talán a sírkő faragásakor sem merül fel senkiben, és talán nem is lesz már addigra senki sem közel távol, aki még emlékezhetne rá, hogy őt valaha Lengyel Bélának anyakönyvezték, nem pedig, mint a Crockett képzeletében mellékelt ábrán is látható, így Lengyel B. Crockett 1989-től 2072-ig élt 83 évet. Mindez úgy ért véget, hogy a kisfiú, mikor egyszer Crockettékhez telefonált az aktuális matek lecke ügyében, illetve hogy Crockett amúgy hogy van, és lenne kedve a hétvégén átjönni, gépezni, meg dumálni, szóval, hogy ekkor, mint az esetek túlnyomó többségében, Crockett anyukája vette fel a telefont, aki ezúttal a csókolom, ez és ez vagyok, ha nem zavarok, beszélhetnék pár percet Bélával, kérdésre válaszul, ahelyett, hogy persze, kedveském, adom is mindjárt, Béla, ez és ez keres, gyere már az Isten itt! Úgy felelt, hogy persze, kedveském, de előbb lehetne egy, hogy is mondjam, privát jellegű kérésem? A kisfiú, bár minden létező és eddig inkább csak sejtett, mint sem érzett idegszál a pattanásig feszült, jelezte, hogy természetesen tessék parancsolni. Kérlek szépen, ne hívd a szegény Bélát Crockettnek. Tudod, nagyon zavarja. A kisfiú érezte, hogy Úristen, hogy micsoda ügy kerekedhetett ebből, ha már lassan második éve hívják Crockettnek, azaz Bélát, az pedig csak mostanra árulta el otthon, és mennyire zavarhatja is, ha az anyukája a tudtán kívül ilyen cikiségre vetemedik, nevezetesen, hogy megkérje a kisfiút, hogy szabadítsa már fel szegény Bélát. A kisfiúnak pedig, miután biztosította az anyukát, hogy természetesen és feltétlenül, és mi sem állt volna tőle távolabb, mint hogy a Bélának valaha is kellemetlenséget okozzon, sőt, hát ha ő tudta volna. De hát ez az, hogy a Béla izé Béla nem is szólt neki, mostanában egy ideje, tehát soha egy szóval sem említette, hogy őt ez zavarna. Na de ettől függetlenül ő, a kisfiú, ez és ez, most ünnepélyesen a szavát adja, hogy soha többé és semmilyen körülmények között és egyáltalán és feltétlenül. Szóval ezek után a kisfiúnak már fel sem tűnt, hogy a helyzet még annál is súlyosabb, mintha Béla, végre, anyukája a fia háta mögött beszélt volna vele, ugyanis mindezek után nem kellett hosszan várnia, míg ez az Béla előkecmereg a szobájából, hanem egyből átvette a telefont, és mintha még egy nagyon halk kösz is átszűrődött volna a kagyló alsó részén. Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Mi vagyunk a Ötös Amelt Zenekar kiegészülve települőfia művészővel, aki folyamatosan elhívult. Thank you.
Az első dalunk az Elrögő című darab, amihez kell. Én vagyok a erdőben, nehez ennyi beszél. Én
Posrat podle svýho, než podle toho, co ti raději ty druhý. Cyrano épp nyomozott Pavellel, bolgár származású barátjával és Bélával, aki ugyan rendszerint infantilisnek minősítette ezt a játékot, és tette ezt igen gyakran, mivel bár nem tudta, mit jelent ez a szüleitől hallott szó, nagyon megtetszett neki, hogy láthatólag a többiek sem tudják. Azért mégis mindig jött detektíves, Batman-es, stb. Sezni.
hogy Cyrano szénája úgymond szociálisan már ekkor mennyivel jobban áll, mint a furcsa nevű, akcentussal beszélő és többnyire rossz lehelletű, emiatt kissé magányos Pavelé, mutatta a tény, hogy szinte mindig utóbbi volt a bűnöző, és Cyrano az igazság megtestesült bajnoka. Cyrano csak ritkán ment bele, hogy cseréljenek, és akkor is csak rövid időre, amíg meg nem unta a rossz emberek számára elkerülhetetlen szünet nélküli hajszát és menekülést. Nem neki való dolog volt ez, inkább megadta magát Pavel detektívnek és társának, Bélának, akinek, bár ezt sohasem kérte volna nyilvánosan mégis, szíve legfőbb vágya volt éveken át, hogy egyszer őt is Béla detektívnek szólítsák, de hát ki tudta ezt. Cyrano ezzel az igazság bajnoka versus rossz ember dologgal amúgy még sokáig így volt, későbbi iskola éveiben, immáron futballsztárként is, mikor már túl infantilis lévén a dolog, bármit is jelentsen ez, barátaival együtt sosem nyomozott, betmenezett, stb. Többi, bárhogy is ette érte a fene mindannyiukat. Most épp egy komoly és sötét ügyön dolgozott. Külön nehezítette a dolgát, hogy a gonosz mafiózónak, Pavelnek társai is akadtak, nem csak Béla, gonosz mafiózó Béla, hanem nagy Dániel is, bár utóbbi nem zavart sok vizet, sőt az ilyen játékok nagyobbik részében olyan eredményesen és ügyesen rejtőzködött a hatóságok, azaz Cyrano elől, hogy az nem csak, hogy nem kapta el, hanem egyenesen el is felejtette elkapni, még arra sem emlékezett, hogy a megáltalkodott gaztevő mit is követett el. Pavel büntette viszont komoly volt. Gonosz robotharcosokat klónozott, akik a világ elpusztítására esküdtek fel, és mesterük, Pavel Kovalov, első D-osztályos tanuló ellen fordultak. Ez a csavar azért is fontos volt, mert még további több délutányi történést is megengedett a játéknak. Szegény Pavel nagy bánatára, aki már megint hetek óta rossz ember volt, és már igencsak szeretett volna egy kicsit újra nyomozni is. Még az sem volt kizárható, hogy a gonosz Pavel ördögi segéd Béla, és ilyen klónrobot lehet titokban. Piros keretes, jobb oldalt átmenetileg leukoplasztal leragasztott szemüvege mögött, ki tudja, milyen terveket szőve. Emiatt lehetett most, ha nem is hivatalosan, de leginkább erre az egy alkalomra ördögi. Kár is, gondolta magában, hogy épp nem kalózost játszunk, mert azt valamiért amúgy se játszunk soha, ahhoz még jól is jönne a leukoplasztos szemkütő. Persze, ezt sem tette szóvá. Nagyjából itt tartott hát a nyomozás. Cyrano detektív épp tűzpárbajban állt a gonosz mafiózóval, Pavellel, akit ezúttal cinkostársa Béla, az ördögi, ugyan még segített, de gonosz robot elméjében már fontolgatta a valahai teremtő mesterének való ellenszegülést. Ekkor tűnt föl a bokrok irányából Feri és Krisztián. Egy pillanat, kérte udvariasan és előzékenyen ellenfelei elnézését Cyrano, mire mindenki készségesen tüzet szüntetett. Béla, az ördögi, ugyan még fontolgatta, hogy most vagy soha hátba kéne lőni az épp gyanútlanul elforduló detektívet, ezt azonban nem lett volna jó ötlet, mert így egyrészt nagyon megharagudott volna rá a halálos lövéstől összeeső nyomozó, és feltehetőleg minimum egy hétig szóba sem állt volna vele, de mindennek a tetejében, mivel Cyrano épp valóban háttal állt, nem is láthatta volna, hogy ő most történetesen le lett lőve, és hát oda menni, figyelmeztetni rá, hogy épp orvul hátlövést kapott, most ez mégiscsak a pofátlanság teteje volna. Sziasztok! Szeretném, hogyha megmagyaráznod ezt a karelgott földi helytartóját, hogy miért is őt gondoltad, hogy vele vezessed fel a kötetedet.
nekem vagy a legújabb életmű darabkádat a fordítása. Van ez az olcsó János megoldásom, hogyha valamilyen, bármilyen ügyhöz próbálok reklámot csinálni, akkor abból indulok ki, hogy nálam okosabb emberek már jobban megcsináltak. Tehát beírom a Google-be ez esetben azt, hogy Cyrano, és kijött ez a csoda. Szóval én ilyen fantasztikus képi és hangbeli összművészetet, amit itt prezentált nekünk a Christoph nevű, ha jól ejtem, Christoph nevű zenekar, azt én nem bírtam volna magamtól reprodukálni, nincs is hozzá kamerám, meg elég hangszerem. És hát amikor mégis csak úgy lefordítottam magamnak a Google tiszteletreméltó segítségével, hogy mit is jelent ez a dal, hát azt vettem észre, hogy ez egy költemény, ami hiányzott is úgy, hogy a Cyrano az legyen valami lírai passzintás is, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezzel lényegében én megírtam a Cyrano verset is kísérőképpen. Igen, itt az utolsó strófában van egy nagyon szép regényre is nagyon, nagyon jó passzoló idézet, azt mondja, hogy te vagy az én bukása, és az én gondolkodás alulról, ami hát ez tényleg teli találat, tényleg is. Hát ha Google fordította, akkor is gratulálunk neki. De most akkor komolyra fordítva a szót, szerintem érdemes lenne hát úgymond tisztázni a viszonyt itt a szövegben, tehát az elbeszélő, a szerző, ahogy a Bráter Zoltán is említette, hogy több főszereplő van ennek a szövegnek, az egyik az elbeszélő, a másik a szerző, és hát most nem tudom, ezt így zárójelesen, de akkor talán feltételezem, hogy te magad is, tehát ezeknek az alapoknak a viszonyát milyen módon tudod ezt? Hát azt hiszem, persze ki mással magammal kezdem. Úgy jött ez a dolog, hogy számoltam azzal az illúzióval, hogy az ember nem magát írja meg. Az ember magát írja meg általában, csak arra lettem figyelmes, hogy nem egy figurában írja meg magát. Tehát valószínűleg én is, azok az emberek is, akiket ismertem, akiket nagyon orvul alapanyagnak használtam ehhez a regényhez, azok így szétszóratva vannak az összes figurában. Tehát ilyen halmazokat hoztam létre, amiben olyan emberi tulajdonságok vannak, amiket összelopkodtam, nagy részben, mivel egy egocentrikus állat vagyok magamból is, és valószínű, hogy a belőlem lévő legnagyobb koncentráció azért Cyranóban van, de jelzem, hogy ennél a kis undorító takonynál én egy fokkal rokonszenvesebb embernek tapasztalom, magam egyre kevésbé. Más szempontból ellenszenvesek vagyunk. Na mindegy, annyit a hülyeskedésről. Hülyeskedés. A másik ugye az elbeszélő és a főszereplő viszonya, hát itt ugye a szerkesztőt, Falvai kollégát illeti hihetetlen elismerés, amiért megpróbálta szétszálazni ezeket a nagyon kusza viszonyokat. A szerkesztések egy jelentős része arról szólt, még korábbi változatában ennek a kéziratnak, hogy valahogy vágjunk rendet abban, hogy itt ki beszél, mikor és hogyan. Annál is inkább nehéz dolga volt Falvainak, mert én meg direkt ezzel akartam szemétkedni. Tehát, hogy mosódjon csak egybe, olyan szintig váljon elválaszthatatlanná az elbeszélés a narrátor, hogy érdektelen legyen a kérdés. Én tulajdonképpen erre törekedtem, ami lehet ilyen gyermetek vonás, ilyen első prózás vonás, hogy ezzel van elfoglalva a szerző, hogy most ki beszél, és mit vegyünk észre abból, hogy ki beszél, de tehát nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ne arra figyeljünk, hogy ki mondja ezt, amit mond, hanem hogy mit mond, hogyan mondja. És ezért van, hogy ugye van is egy fejezet, ahol lényegében arra derül fény, hogy nem tudjuk, hogy igazából mikor beszél Cyrano az elbeszélőről, és hol az elbeszélő Cyranóról. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit Cyranóról, mint főhős vagy a címszereplőről. Először is az, hogy a maga a nevet hogy találtad, még hogyan jött ez a név, milyennek a szerepe, tehát, hogy hogyan tudod ezt magára a szereplőre vonatkoztatni, mert nyilván egy beszélő névből van valamilyen szinten szó. Igen, ugye ennek a könyvnek még sokkal korábbi változatában, még amikor novellás könyvnek indult nagyon hajdanán, majdnem minden szöveg előtt volt egy motto, ezeket még egy jóval korábbi szerkesztési fázisban kiírtattak, nagyon jogosan. Egyetlen motto maradt meg, ugye az pont a Cyrano egyik, mindegy, most nem idézem, ez a fejből is tudom idézni, a magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, nem tűröm el. És azért is maradt meg, mert körülbelül ennyi kapcsolata van az én Cyranómnak a nála sokkal is, méltásokkal ismertebb Cyranóval. Egy picit akkor arról beszélnek, és így talán egyértelmű, hogy miért lett Cyrano ez a figura,
hogy én nagyon-nagyon korán kezdtem megírni ezeket a történeteket, illetve egy alapsztori volt, nem árulom el csak azért, hogy melyik fejezet, amit én már ilyen nagyon kis hanvas kiskamaszként elkezdtem írogatni, első prózai kísérletemként, és az igazi alanyi próza volt, ott volt egy az egyben, ahogyan magamat láttam, olyan én főhős, akinek mindenben igaza volt, ő volt tényleg az igazság felkent bajnoka, ahogy az imént elhangzott, mindenki rohadt, undorító, gonosz, primitív volt vele, és nagyon meg kellett, hogy szakadjon a szívünk ezért a szerencsétlen kisfiért, aki mindig áldozat, és aki olyan lelki nagyságot bír produkálni, hogy még önmagán is gúnyolódik, és felülről nézi magát is. Pocsék volt persze. És mert egyszerűen életszerűtlen volt, ilyen figura sincs, meg olyanok sem, amilyenek körülvették, és aztán minél jobban eleveztem magamtól, ténylegesen a saját magam megírásától, meg ettől az egész rettentő beképzelt hozzáállástól, onnantól kezdett számomra élni ez a próza, de onnantól kezdtem azt is látni, hogy sokat mondó az is, ahogy elkezdtem megírni. Tehát ami bennem egy ilyen rossz tulajdonság, azt szépen átörökítettem Cyranóba, hogy ez még jó lesz oda, hogy tényleg mindig magával legyen elfoglalva ez a kis szerencsétlenség, és megpróbálja mindig megúszni a dolgokat. Minden elképzelhető problémának már nulladik és mínusz egyedik pillanatba elébe menni, kicselezni, őt ne érje semmilyen probléma, és erre ő azt a megoldást találta, hogy önmagán gúnyolódik, és akkor mások már nem gúnyolhatják, mert az le van lőve, és azt mondtam, hogy ja, hát akkor nem kell ehhez nevet találni, adott már erre a világirodalom egy nagyon jó nevet, persze a Rosszamféle Cyranó nem csak, vagy nem is igazán erről szól, de mégis itt éreztem egy párhuzamot, és az azzal is kapcsolatban van, hogy hát hogy az Istenbe hívtam volna másként ezt a figurát, tehát annyi eszem még 10x évesen is volt, hogy ne Gábornak hívjam, és ne is Ádámnak. És akkor gondolkodtam, hogy most Laci legyen, Benőke, Feri, egyik sem működött. Ennek a karakternek nincs, nem is nagyon lehet neve. Most nem akarok belemenni, szerintem elolvasás után kiderül, hogy ezt miért értem. Ez egy olyan figura, akinek csak ilyen mitikus neve lehet, amit ő maga aggat magára, és ráerőlteti a környezetére. Most éppen egy olyan gondolatom van, hogy én ezt lehet, hogy ezt folytatom, és akkor lehet, hogy a folytatásban egy ponton lesz neve, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jót tesz neki még ezen tökrengés. Egyébként az a érdekes ebben a névben, Cyranóban, hogy ugye azt az elbeszélő többször hangoztatja, hogy senki nem nevezi így a főhős Cyranót. Mégis az elbeszélő szólamban, bocsánat, nem is az elbeszélő szólamban, hanem tehát a párbeszédek, Ben, hogyha beszél egy osztálytárs, hogy valaki Cyranó, akkor Cyranónak nevezi. Vagy van egy ilyen mondóka, hogy micsoda, hogy Cyranó, igen, tehát ami ugye azért nagyon izgalmas, mert ugye pont ezzel leplezi le a szöveget, hogy hát hogy igazából ez nem lehetett így, hiszen ugye senki nem hívta Cyranónak, sőt, ahogyan ugye a utolsó beilleszthető fejezet, vagy oldalakban, amikor a fiktív vagy valós osztálytárs nő ír egy panaszlevelet a kiadónak, ő is ugye lefekteti, szóval, hogy leszögezi azt, hogy... leszögezi, hogy hát nem hívták Cyranónak itt a főszereplőt. Igen, csak mutatom, hogy ez ilyen a könyv, hogy ezt így ki lehet venni belőle. Ilyet is tud. Igen, meg még számos a nyilverenyen, persze. Jó, itt most tulajdonképpen egyébként tetten értünk azonnal egy prózaírói hibát. Eleinte nem hívják Cyranónak. Hát részemről igen, tehát ez most már azt mondtam, hogy második, harmadik ember, aki ezt így értelmezi, tehát nyilván a szövegben van valakol, akkor egy ilyen bizonytalanság, majd visszamenőleg beleírom, nem tudom. Tehát ugye itt a probléma az, hogy itt senki nem akarja, hogy Cyranónak hívni, nem is értik, hogy mire föl, és aztán van egy pont, ahonnan elkezdik Cyranónak hívni ténylegesen, mert annyira erőszakosan és agresszíven hiteti el magáról, hogy ő a Cyranó, hogy akkor hát Isten, most hívjuk úgy, tök mindegy. És tényleg tehát kreál magának egy ilyen pseudo személyiséget, ami hát jó, most ugye itt részben Petrence Sándor is ül, tehát valószínűleg azért ennyi közös vonásunk is van egyébként ezzel a kisfiúval. Mit akartam még mondani, nem tudom. Jó, most többször is kerülgetjük ezt a témát, de most rákérdezek, hogy hát van szerintem egy szó, ami úgy jól illik, hogy a Cyranó, hogy ez egy pozőr figura. Tehát, hogy minden, amit ő csinál, az tulajdonképpen póz, és hát nem is, tehát talán főleg inkább magának próbálja ezeket a pózokat
hát megjátszani vagy alakítani, de, de mégiscsak különböző szerepeket játszik. Erről egy néhány ilyen szerepet említsen meg létszetesen. Igen, hát ugye az egyik, amiről beszéltem, az mindig a hős meg nem értett, mindenki fölött álló kis zseni. Ami ugye azonnal ezzel az áldozatként való tetszelgéssel is szemben áll. Másrészt ugye a rettenetesen snob, beképzelt mindenki más, lenéző, öntelt, most nem fog megint kis takonynak hinni, csak azért sem próbálom modellálni magam, nekem egy elég, hogy mondjam, kusza érzelmi viszonyom ezzel a figurával, az azt hiszem ki is derült. És hát arról nem is beszélve, hogy ő ténylegesen is ugye játszik az összes többi gyerek közt, tehát ő egyben Batman is, ha kell, Superman, titkos rendőr, ha nagyon muszáj, gonosz maffiózó, és aztán van ugye egy pont, ahol Cyrano, aki odáig mindig a jó ember akar lenni, elkezd álmodozni arról, hogy mi lenne, ha ő az ember lehetne, mi lenne, ha ő lehetne a rossz gyerek, de rossz gyereknek sem, nem jó rossz gyerek, annak se elég, hogy nem eléggé átélt a figura, hogy jó gyereknek sem, és valami ilyen probléma van ezzel a kisráccal, hogy úgy semminek nem nagyon tud megfelelni. Én persze nem tudom pontosan, hogy miért, mert én ugye azzal után fel, hogy megírjam, nem azzal, hogy értelmezzem, de nekem az lenne a tippem, hogy pontosan annyira erőlködik mindig, hogy ez az erőlködés meggátolja abban, hogy ténylegesen valamilyen legyen. És ezért, hogy nem nagyon vannak ilyen értelemben kontúrjai, vagy ilyen állandóan változó kontúrjai vannak, és ezért is lehet, hogy nincs igazi neve jelenleg, csak az, hogy Cyrano. Igen, pont ennek. Ezzel összefüggésben vitatkozni Fráter Zoltánnal, aki azt mondta az előbb, hogy nem, hogy a Cyrano nem Bobby, hanem inkább Jockey. Hát szerintem nem, hát tehát, ha, akkor már inkább Bobby, de akkor még inkább Ray Krebs, aki ugye a nagyon nagy hős. Vagy egy másik legendás adottatok, hogy Vágási Feri, vagy tehát valami ilyes. Vagy még újabbat, akkor ugye Barta Krisztián a Barátok közből, tehát azt nem tudod, tehát művelődjél. Tehát ez is egy ilyen... Igen, szerep, de tegyük hozzá, már csak az Zoli védelmében is, hogy közben viszont ő rohadtul akar Jockey is lenni. Tehát úgy képzeli el magát, akar, hogy tulajdonképpen a teljes szereposztás. Tehát a Bobby is próbálni, ha Jockey van. Nem is álljon, neki, ahogy azt írják. Igen, tehát azért mondom, hogy mélységesen Bobby vagy. Tényleg mindennek mi azt tanultuk a gimiben, hogy minden irodalmi alapja a Biblia, irodalmilag, minden irodalmi alapja a Dallas, hogyha rólam van. Jó, hát és akkor, ha már ilyen más, ilyen viszonylag nagy előképekről beszélünk, akkor valahol említetted, a Dallas régebben nem említetted, ilyen nagy hát, előképeként a szövegednek, de szóba került a többek között a legyek ura, mint egy ilyen irodalmi nem is tudom, minta az iskola határon, és az, ami nagyon érdekes volt, hogy a South Park sorozatot is említetted. Mind a három külön-külön is nagyon érdekes, de most engem az legutóbbi, a South Park érdekel a legjobban, hogy ez most így, ez hogy van, hogy jön ide? Bele fogom szűrni a másik kettőt is, tehát nem szerencsés, ha az ember mond bármit arról, hogy mi alapján, hogy mi lehetett az előképe, mert akkor tényleg olyan, mintha ha ilyen komoly produktumokhoz, egy szalpakot is más tekintetben, de komoly produktumnak veszem. Tehát, hogyha ilyenekhez hasonlítja a saját művét, ez mindig nem tudom, megpróbálom fölárazni egy kicsit. Nem erről van szó, csak a kérdés néha, például ilyen helyzetekben közönség előtt kikerülhetetlen. Számomra az a közös pont ebben a három valóban nagyon különböző műben, hogy a saját kontextusukban a nézői vagy olvasói elvárásokkal szemben radikálisan más gyerekképet alkottak. Tehát persze könnyen lehet, hogyha vizsgán felelnék így, akkor azt mondaná akármelyik tanárom, hogy ez azért sokkal bonyolultabb, de most megtehetem, hogy nem figyelek ide erre. Tehát, én úgy látom, hogy például mondjuk akkor, ha már South Parkot emelted ki a kérdésben, hát az, hogy van egy rajzfilm, ami eleve az, hogy 18-as karikát kap, de hát ahol a gyerekek nem úgy beszélnek, ahogy azt megszoktuk filmen, könyvekben gyerekektől, hanem iszonyatosan mocskos szájúak, gonoszak, ha kell, manipulatívak, olyan saját hierarchikus rendszerük alakul ki, erről volt már szó korábban, amilyet korábban nyilván voltak olyan művek, ahol ez fölsejlett, de ilyen szinten leszámolni ezzel az ártatlan gyermek című képpel, az számomra egészen revelatív volt, hogy lehet így is gondolkodni gyerekekről, és hogy ahogy én mondjuk a saját gyerekkoromat, gyerekkori ismerőseimet látom,
hogy úgy lehet róluk beszélni is. Lehet őket bemutatni gyarlónak, esetlennek és felnőttesnek, koraöregnek, mert valóban én nem érzek ilyen értelemben valami fejlődési határvonalat, hogy hát 17 éves korom végéig én még mit én matchboxok, de onnantól én egy komoly felnőtt vagyok, elviccelem a kérdést, de valóban sokszor így tekintünk erre az egészre. És hát szóval azért a gyerekek világa az egy hihetetlen komplikált, macerás és rettenetesen bonyolult dolog. Kisebbek, nem, azt sem mondom, hogy kisebbek másokat tétek. Lehet, hogy egy kakaós csiga a tét, vagy egy matek négyes, de azok a maguk kontextusában ugyanolyan fontosak, mint hogy ki kapja a zsíros állást, meg ki kivel fekszik össze. És én megpróbáltam ilyen értelemben komolyabban venni, megtisztelni a gyerek szereplőimet, akik nagyon sok esetben, vagy más művekben lényegében statiszta szerepkört kapnak. Nem tudom, mennyire sikerült. Most még egy zárójelzésre jegyezném meg az előzmények kapcsán, hogy pont ez az ilyen furcsa gyerekkép, hogy ilyen meglepően felnőttesen viselkedő gyereknek az alakja, az édesapádnak a szövegeiben, mondok például a 40-es évek pavilonjára is megjelenik. Most ciki, hogy ezt így mondom, mert jelen van az illető. Kiküldjük majd az is. De tehát, hogy én azt gondolom, hogy tőle is, vagy említettél, szóval, hogy itt is azért látok hasonlóságot, amit gondolom. Valószínű, meg hát nyilván ugye elég nehéz, hogyha két író egy fedél alatt él, és még vérségi rokonság is el, tehát mert mondjuk beszélgetnek. És lehet, hogy vannak kérdések, amiben egyetértenek, vagy amiben hasonló a látásmódjuk. Nemhogy nem tagadom le, hanem büszkén vállalom, csak én magam nem szeretek előhozakodni családi dolgokkal, mert én igyekszem nem vérségileg író lenni, hanem önérdemből jó vagy rossz íróvá válni. De valóban valószínűleg van egy ilyen beütésünk, hogyha ha mondjuk én is létrehozok egy még kisebb nyergest, és az is olyan elmebeteg, és nem náspángolom el eléggé, amikor megírja az első versét, lehet, hogy neki is hasonló gyerekképe lesz, és sőt, sajnos erre látok is némi esélyt, mert valaha egyszer így alakul. Mennyire olvasok? Megmérgeztem a beszélgetést. De ugyan, nem, csak zárójelben akartam nyitni, és most zárni is. Mennyire olvasható szerinted a nemzedéki regényként a szöveg? A Darvasi Feri is említi a fülszövegében, hogy ez nemzedéki regény, és igen, tehát én is látok erre utaló dolgokat, de beszélj erről inkább. Tehát megértem ezt, hogy mennyire olvasható a regény. Egyszer beszélgettünk erről, mármint közönség előtt is a Ferivel, a fülszöveg szerzőjével, jó barátommal, és akkor is zavarban voltam a nemzedék szó hallatán, mert nem vagyok benne biztos, hogy olyan pontosan tudom, hogy mi az én nemzedékem. Hogy ez azon múlik-e, hogy egy évben születtünk-e, vagy többé-kevésbé egy évben, azon, hogy ugyanazokon a könyveken, filmeken szocializálódtunk, hasonló az iskola élményünk, politikai, nem tudom igazán, manapság nekem nagyon nehéz, lehet, hogy visszamenőleg is, de az biztos, hogy ma nehéz eldönteni számomra, hogy mi a nemzedékiség, de például, ha mondjuk te ezt így sejted, akkor én meg azt sejtem, hogy te ráismerhetél egy-két dologra a saját gyerekkorodból is. Tehát akkor ez megképezhet köztünk egy ilyen nemzedéki kapcsolatot, aminek nagyon örülök, mert ugye köztünk van ennyi két év, azt hiszem. Kb. Igen. Tehát ezek szerint ez még benne van a nemzedéki határban. Nyilván ugye benne van ebben az egész nemzedéki dologban az is, hogy vannak ilyen konkrétumok a szövegben, amiből belőhető nagyjából, hogy mikor játszódik, olyan, akár mondjuk a Dallas, mint hivatkos, és már abba hagyom a dallaszozást, csak nem jutott eszembe éppen jobb. Ugye például úgy szokták definiálni, amikor megpróbálják ezt a rendszerváltás környékén született nemzedéket, hogy azok, akik látták a kacsamesék megszakítását. Na most lehet, hogy láttam, de én például nem emlékszem rá, ergo vagy kim voltam pisilni, vagy valami jobbat játszottam, vagy pedig nem emlékszem, mert nekem nem volt olyan fontos, hogy megszakították kacsamesiket, én szerintem elég gyenge, rossz mese volt. Na, ő például nagyon szerette. Tehát most már a nemzedéki határ ez kezd gyengülni. Igen, tehát hogy tényleg zavarban vagyok mindig, de
De, és a másik pedig az, hogy nem tudom, hogy amikor ráismerünk valamiben, tehát azt már hallottam többektől, hogy jé, nekem is volt egy ilyen élményem, igen, ezt sikerült megragadnod. Nem tudom, hogy akkor ezekre a konkrétumokra ismerünk rá, a díszletekre, vagy pedig valami érzés sikerült ebbe megragadni, mert nekem megint csak halálosan beképzelten az az elképzelésem, hogy ha jól sikerült ezt megírnom, akkor valami olyat tudtam benne megírni, ami lehet, hogy 50 éve is más díszletek közben hasonlóan zajlott, és 50 év múlva is így lesz valószínűleg, főleg ebbe az országba. Ha nem sikerült ezt így kiviteleznem, végül is akkor sincs katasztrófa, de akkor marad csak ez a díszletszerű ráismerés. Ha ez elég ahhoz, hogy valami nemzedékregény legyen, akkor gond, akkor én nem hárítom el magamtól ezt. A másik pedig, hogy nyilván ez azon is múlik, hogy ezek a figurák mennyire archetipikusak, mondjuk a mi nemzedékünkre nézve. Megint csak nem tudom, hogy a mi nemzedékünknek milyen az archetipikus figurája, tehát hogy ez a loser, pozőr, szerencsétlen, nem találja a helyét, nyámnyilat, csávó, vagy valami egész más. Igen, de végülis a Cyranónak ez a figurája ad egy ilyen, az, hogyha most ezt nemzedéki regényként olvasok, akkor ad végülis egy ilyen javaslatot, hogy ez mégis milyen a nemzedékünknek a figurája, és ebben pedig Darvasi Ferencnek vitatkoznék kicsit a rövid szöveggel, amit a külszövegben írtam, amikor azt mondja, hogy, tehát, hogy úgy állít, azt írja az elején a könyvedő, hogy ez egy vidám, egy könnyed regény, ami abszolút, hát nem is tudom, egy ilyen eloszlatja a felhőket a olvasója fölül, de persze utána később árnyalja ezt az állítását, mert ő azt mondja, hogy kicsit vidám, kicsit szomorú könyv, de szerintem nagyon szomorú dolgok is van, mert végül is ez a Cyranónak a figurája, ha úgy vesszük, akkor nem egy nagy óhímzés, vagy tehát nem egy nagy boldogság az, ami ugye a gyerekből sugárzik. Tehát ez ilyen szempontból, hogyha ezt egy nemzedéki regényként olvasok, akkor hát nem tudom, tehát minden esetre izgalmas, amit itt felvetsz ezzel kapcsolatban. Jó, hát erről nem is kérdezlek többet, ezt csak úgy mondom. Sokat mondom, hallgat. A könyvnek a nyelvéről kérdeznélek, hogy nagyon sok minden keveredik ebben a szövegben, ugye, tehát, hogy Zoli is említette a különböző sorozatokból vett utalásokat, idézeteket, én speciál a címekben, az agymenő sorozatok címeire ismerek rá, hogy ezek az nagyon hosszú, nagyon bonyolított... Lekoppintottak a rohadék. címek, de hát ugye sok mindent lehet még ide citálni, és akkor tehát, ugye, ezek ugye a szépirodalmi utalások, és ugye ez az élőbeszédszerűség, ami a szöveget meghatározott. Tehát, hogy ezt a nyelv, erre a nyelvre hogyan találtál rá, vagy tehát, hogy mennyire gondolod ezt egy autentikus nemzedéki? Hát ez egy, azért is egy nehéz ügy, mert ugye hát csak ez a könyv kéziratban várt 3 évet a megjelenésre, és akkor még nem beszéltünk arról az időszakról, amíg egyáltalán megírtam, és az alatt a 3 év alatt is többször újra és újra dolgoztam, legutóbb most a megjelenés előtt nagyon sokat változtatgattam rajta. És hát tényleg, ahogy mondod, rengeteg felől jön, már csak azért is, mert ugye, ahogy mondtam is, én először novellákat terveztem írni, és novellaciklust. Most sem vagyok teljesen kibékülve a kisregény definícióval, egy másik esten azt mondtam, hogy jobban lehet csajozni, próbáltam lemérni az eredményeket ugyanolyan, de... Érdem, mint a hevőség. De akár az is, ha valaki novella füzenek akar írni, hívja, mindegy. De tehát az megmaradt, hogy ezek a, most akkor hívjuk fejezeteknek, ne novelláknak, ezek a szövegegységek más, picit más-más stílusban vannak. Az utolsó lapokról nem feltétlenül lehet ráismerni az elsőkre is fordítva, ami nekem, ez nyilván egy ilyen kezdő prózaírói betegség, gyerekbetegség, hogy én ki akartam próbálni egyszerre mindent, és játszani akartam, és közben pedig nagyon tetszett az a dolog, hogy amikor lelki szemeim előtt könyvet vizionáltam, akkor ez a sok-sokféle dolog végig ugyanarról szól, ugyanannak a nagy egységnek a része. És tulajdonképpen nem is bánom, hogy ilyen, hát mint az ökörhugyozás úgy változik a könyv,
barátaimnak a stílusa, mert én abból indultam ki, hogy azért olyan jó könyvet jó írni, amit te, ha nem te írtad volna, azért elolvasnál egy módban. Én szívesen olvasok olyan könyvet, ami ilyen szempontból változatos. Most az a folytatás szerűség, amin bügykölök, az nem ilyen lesz, az egy szigorúbb, egységesebb nyelvezetű könyv lesz. Persze mindenhonnan jönnek bele dolgok, és valószínűleg ez a Cyrano nagydumássága és a beszélő nagydumássága, ami elhangzott, az így is egymásra talált, hogy valaki, aki kényszeres beszéd problémákkal küzd, megint csak van egy életrajzi vonás, tehát hogy aki túlbeszéli a dolgokat, mint én is most ezt a választ, az nagyon sokat váltogatja a stílusát is, hogy ne legyen annyira monoton, amit mond. Volt egy nagyon jó önnek határozása annak, hogy a Cyrano, amikor gondolkozik, vagy amikor a világról rácsodálkozik, és gondolkozik mindenki a dolgokra, akkor ezt ugye az elbeszélő azt mondja, hogy ez fejbeni értekező próza, ahogyan Cyrano a monológiait ugye folytatja, és ez érdekes lett, hogy amit ugye Cyrano mond, vagy gondol, vagy csinál, ott minden, ez is ugye póznak talán a része, hogy minden irodalommal válik, vagy mindenre irodalomként tekint talán, és most nem akarok túl sok poént lelőni, de egy szereplő, az a nagyon nagy kedvencem lett a szövegben, róla szeretnélek kérdezni. Van egy Nagy Dániel nevű figura a könyvben, aki fel se tűnik az eleje táján a szövegnek, és egyszer csak úgy jelenik meg a szövegben, hogy na akkor mondja az először, akkor én most őt itt megírom, és akkor ő most így jelen van, mert eddig fel se tűnt az osztályból, és egy ilyen nagyon szürke, átlátszó figura volt, akire senki kutya föl sem figyelt, és azáltal nyeri el létezését, hogy én az író őt megírom, vagy egyáltalán gondolok rá, és innentől kezdve azért előbb bukkan néha-néha a szövegben, de mindig valami hasonló kontextusban, hogy előbb bújik így a szürkeségből ez a figura, aki nekem nagyon tetszik, úgyhogy most másról nem szeretnélek szereplők kérdezni, de a Nagy Dániel engem nagyon érdekel, hogy ez így, hogy jött ez a srác. Úgy, hogy láttam ilyen figurákat, akik volt egy, nem tudom milyen nevű rapper, aki, ugye ezt tudjuk, hogy a menő rappereknek vannak ilyen alrapperei, ilyen rapper csicskás, akik csak annyit mondanak, hogy yeah, jó, és akkor néha kapnak egy, mondjuk ha van, több évet leszolgáltak, akkor mondjuk egy verszakot elmondhatnak a menő rapper. Steve Aoki teadban ilyen figura, vagy a Sámson. Igen, és az Eminemnek volt egy ilyen nagy darab rappere, és akkor ő csinált egy lemezt, és ott csinált egy olyan vicces klipet, hogy elrappelt egy mindig, hogy én ott voltam a háttérben. Csak akkor minden klipnél bevágták, hogy ő is ott áll, így olyanokban is, amikor persze soha nem volt benne. Na és én látok ilyen embereket, akik nagyon ügyesen mindig, nem is a sötétben, hanem a félhomályban maradnak. Megvan rá nyilván az okuk, hogy miért szeretnek így létezni. Ennek tényleg vannak előnyei, ennek a láthatatlanságnak. Aki feltűnősködött már szemináriumon, aztán megszívta, mert felszólították, azt tudja, miről beszélek. És nagyon sok ilyen figurát láttam, aki úgy kiesik a percepciónkból. Tehát mondjuk a látószögünk nem tudom eddig tart, csak ott vannak. És néha rá vetül a fény, és akkor meglepődünk, hogy tényleg van ez az ember is. És ezek rettenetesen izgalmas figurák. Engem általában érdekel, hogy mi van a sötét, az egy dolog, az benépesítik, ez mi a francon a félhomályban, meg a ködben, meg ezekben a szürke átmeneti tartományokban. És a Nagy Dániel erre nekem nagyon jól jött, és kicsit el is játszottam ezzel, hogy ő amikor nagy ritkán felszólítják, valamiért lebukik, hogy ő létezik, akkor tényleg mint a semmiből így materializálódjon egy pillanatra és eltűnjön, mint egy jelenés. Tényleg ezzel akartam csak eljátszani, az már csak most akkor én is egy picit lelövök a könyvből, hogy ugye Cyrano úgy képzeli, hogy ez az ős ellenség, de nem tud nagyon vele harcolni, mert olyan, mintha a kövdel próbálnánk vívni. Igen. Ha már az osztálytársaknál tartunk, ugye említettem már az elején ezt a rossz fiktív, remélem fiktív, nem fiktív osztálytársnak a levelét, aki ugye panaszt tesz a kiadónak. Hogy az osztálytárs én vagyok, igen. Hát ugye ez nem történt meg, amit itt elmond ez a Nyerges Gábor. Most ez bulváros dolog, de voltam már osztálytársaid, mit szóltak ehhez ahogyan őket megírnek le? Eddig nem voltak visszajelzések semmilyen tekintetben. Én
én ha kikerülök egy közösségből, akkor csak a legeslegerősebb és szívósabb baráti kapcsolataimat szoktam megtartani. Volt bennem régen egy ilyen nagy adag szentimentalizmus, és azt legyőztem, tehát én általában megszakítom a kapcsolatokat, hogyha nem látok arra okot, hogy tehát ha valakivel csak a napi dolgokról tudunk dumálni, és megszűnik az a közeg, amiben jó vagyunk, akkor minek? Tehát nekem nagyon kevés ismerősen maradt abból az időszakból, aki egyetlen fölfigyelhetne erre, meg hát most ki a fenét, bocsánat, a megjelent nagyon-nagyon kedves embereket érdekli a kortárs irodalom ezek szerint, vagy velem akartak beszélni egy szót a szünetben, nem tudom, de ami nekem nagyon jól esik, de tehát általában vegyes végzettségű emberek közül nagyon keveset érdekel egyébként is, tehát az, hogy van egy osztálytársam, az írt egy regényt, hát Istenem, szóval nagyobb dolgok is történnek ennél az életben. Úgyhogy eddig nem a regény borítóját egy volt osztálytársam lájkolta a Facebookon, beírt alá, hogy jé, ez a farsangi fotón kétségtelen, a szerzőként itt található porszívónak öltözve. Igen, tehát végre az egocentrizmusom elért az egyik, hogy rajta legyek egy könyvem borítóján frontálisan. Még cuki, valamennyire cuki verziómban, arcszerzet nélkül. De ennyi, tehát egyelőre ennyi történt, és nagyon kíváncsi vagyok, ugye én írtam egy olyan fejezetet is, ahol egy bizonyos iskolába egy bizonyos könyv visszakerül, és elkezdik magukra olvasni, és engem ezek a szituációk nagyon érdekelnek, hogy milyen az, amikor valakinek, uram, bocsán, nem bölcsész, más diplomája vagy más végzettsége van, tehát nem tanítják meg neki az egyetemen, hogy ne referenciálisan olvasson, és azt mondja, hogy oké, itt van ez a fickó, én ezt ismertem, ő is engem, írt erről az időszakról, akkor rólam is írt. Nézzük meg, hogy igaza van-e. A rohadt mocsok disznó hazudik. Na, lényegében egy ilyen levelet írt ebbe Lónyai Molnár Réka, egy lelkiismeretes irodalom kötőjel barát, aki nagyon tényleg lelkiismeretesen kiigazítja nem mindet, de számtalan hazugságomat, ahol mondjuk nem olyan színű pulóver volt valamelyik szereplő. Engem ezek a szituációk érdekelnek, amikor ugye, tehát úgy képzeljük, hogy az irodalom az valahol a fellegekben lakozik, és cigifüst van, és kávégőz terjeng, és akkor van a valóság attól ezek, és akkor kettőt így hozzuk össze. Voltak egyébként más esetek, verseknél jutottam ott, amikor találkozott a valóság az irodalommal, egyszer majdnem lett belőle büntetőjogi dolog is, ügyetlenül dedikáltam egy verset, túlságosan kifejtettem a névnél a dedikációt, tehát hogy ezek izgalmas szituációk mindig, vagy például amikor egy szerző, akiről egy kritikát írok, megsértődik azon, amit írtam a könyvéről, és magára veszi, és engem kezd utálni, vagy amikor valaki az én könyvemről ír valami rosszat, és bocsánatot kért tőlem, mert hogy nem tetszett a könyvem, ami egyébként szíve joga, szóval, hogy ezek mind érdekes szitúk, és azt gondoltam, hogy hát ha van regény, amiben ennek be kéne szivárognia, akkor az ez legyen. Úgyhogy beszivárgott. Egyébként újra zárójel, úgy tudom, hogy egy volt osztálytársadnak az édesanyja itt a soraink között, csak ezt megjegyzem, úgyhogy ez valaki még jól csak viseli még egyelőre. Kiválóan. Na, egyelőre rendben vagyok. Jó, hát... Igen, kicsit az is fel lehet hozni ezzel a könyvvel szemben, vagy tehát van egy olyan olvasat is a könyvnek, hogy egy nagyon apró cseprő dolgokról van ugye szó, tehát egy kicsit olyan vihar a biliben szituáció, hogy olyan semmi dolgokról beszél ez a Cyrano baromi sokat, és nagyon, nagyon bőlére ereszti sokszor a mondani, vagy valamikor meg nagyon rövidre, tehát ugye kiszámíthatatlan ezen a téren is, tehát az utolsó kérdésem tulajdonképpen ez, hogy ezt, hogy mondjam, mivel látod ennek a bőbeszédűségnek a tétjét, vagy hogy tehát milyen, mi az, ami felmenti ezt az egészet? Nem találkozom. Beszélt az apró cseprő dolgokról általában, hogyha nem szuperhősnek, vagy annak mondjuk elég nehéz, vagy mit tudom én, fontos beosztású államembernek születünk háború idején, valami egészen különleges élethelyzetben nem kerülünk, akkor ezekből áll az életünk.
Tehát nem rohanunk be tűzoltóként minden nap egy égő házba, majd másnap megyünk, mit tudom én, egy Mars expedícióval, hanem azon vitatkozunk, hogy milyen uzsonnát csomagoljunk, hogy mi legyen a villanyszámlával, hogy ki hagyta nyitva az ajtót, mert húzat van. Ezekből áll össze az életünk, és mi ezeket töltjük fel jelentéssel, ebből írjuk meg az életünknek azt a narratívát, amit közben pedig szakrális dologként tisztelünk, mert az én egy eléggé megrögzött materialista, földhöz ragadt, begyepesedett ember vagyok, tehát én ez az egyetlen fajta szakralitás, amit el tudok fogadni, az emberi élet szentsége, és az, hogy mennyire izgalmas közben, a legunalmasabb dolog is adott esetben, mondok egy bölcsész példát, amire sokan ráismerünk, az ember beül egy, mondjuk egy tényleg nagyon unalmas, nem csak olyan szoft, nagyon unalmas konferenciára. És elkezd körbenézni, elkezdi megnézni az emberek reakcióit arra, amit mondanak, megnézi ki az, aki rágózik, mobilozik, miért, hogyan, azon milyen ruha. Egyszerűen lehet, hogy ez az én megrögzött hülyeségem, de számomra ezek az úgynevezett apró cseppő dolgok ilyen végtelen tárházát adják az izgalomnak. A kevés jobb dolgot tudok elképzelni, mint hogy csak úgy áldogálok és nézem az embereket. Egyrésztről, másrészt pedig azt gondolom, hogy ezek nagyon sokat elárulnak, ezek az apró dolgok. Ezekből föl lehet építeni egy személyiségnek a rajzát. Nem biztos, hogy hiteles és fontos rajzát, de mi így látunk másokat, a kis dolgokból ítéljük meg őket általában, vagy mondjuk elsőre. Úgyhogy én megpróbáltam ezekben megragadni a izgalmasat. Ez utóbbi nem tudom, sikerült a megragadás, az valószínűleg, mert tényleg tele van apró cseprő dolgokkal. Majd meglátjuk, mondjuk, ha mindenki elolvasta, és egyszer összejönnénk újra, akkor jöhetnének a reklamációk, hogy nem sikerült izgalmasan, de ez volt a szándékom. Köszönjük szépen, és most, hogy elérd a 3-kor kezdett Juventus meccset, kérlek, olvassa fel a problémát. Egyben a közönséget is segíteni akarom, hogy a BL meccsekre hazaérjenek, és egyébként is meleg van, nem lesz valóban hosszú. Hát így kezdődött Cyrano első kapcsolata, amely egészen a másnapi indulásig tartott táborban vannak. Ez idő alatt, bár semmi lényeges nem történt, Cyrano mégis fölöttébb boldog volt, és bár nem igazán ismerte a lányt, rajongó, gondos szerelemmel viseltetett iránta. Minden akkor kezdett elromlani, amikor este, útban a kirándulás lezárásaképp gyűjtött tábortűzhez, Timi megjegyezte, újfent zavarban, amiért szerelemtől eltelt párja helyett ismét neki kellett életben tartani a beszélgetés menetét, jobb téma ilyen, hogy egész hideg az este. Cyranónak persze több se kellett, várj egy percet, mondta a lánynak, aki csak értetlenül bámult egy darabig a tőle loholva elfutó fiú után. Cyrano, bár nem volt egy futóbajnok, az ilyen rövid távokat elég jól teljesítette, most is nagyjából másfél perc alatt megfutotta az utat a fiúk hálótermétől a tábortűzig oda és vissza, másodszor már kezében a balonjával. Timit azonban sehol sem találta, majd immáron a tábortűzhöz érve hosszas keresgélés után lehet rá, ahogy Nagy Dániel mellett áldogált, önfeled kacarászás közepette, legalábbis ahogy Cyrano lelki szemei a maguk irodalmias sablon készletével lefestették a jelenetet. Mivel nagy volt a tömeg, a zaj is, éjszaka lévén pedig gyakorlatilag semmi se lehetett látni, csak akkor, ha épp arra nyolt egyet a tűz, mit volt mit tennie, ott maradt Timiék közelében. Háromszor is megkérdezve a lányt, hogy akkor nem kérje a kabátot. Timi azonban olyannyira elmerült a Nagy Dániellel folytatott eszmecserében, azaz cserehelyett sokkal inkább tukmálásban, hogy csak harmadjára hallotta meg a kérdést. Nem értette azonban, hogy mire gondolhat Cyrano, miért is kéne neki kabát. A férfiak valóban érthetetlenek, gondolta magában. Lám, ez is. Mióta csak együtt vannak, ekkor már legalább fél napja, egy levegővételt sem hagy neki, minden szavát lesi, folyton folyvást vele van, már pedig így megfojtja őt. Valahogy így mondták a tévében is, a szinglis filmben. Nem hagy neki elég teret és távolságot, hogy önálló legyen, hogy megvalósítsa a személyiségét, hogy kibontakoztassa a benne rejlő önálló, független Amazont, meg ilyenek. Az igazat megvalva, az életéből eltelt uszkve 13 év alatt eddig még ő sem találta meg azt a bizonyos Amazont, de ez mi más is lehetne, mint bizonyíték. Arra nézvés, hogy ezt a független, harcos és erős nőstény istent, aki a tévé tanúbizonysága szerint egyben ő maga is, mindig elnyomták ezek a rohadt zsarnok, macsók, vagy valami ilyesmik. Timi meg volt győzve.
Arról már nem is szólva, hogy ekkoriban még minden igencsak jól és meggyőzően hangzott, amit jó sminkű, karizmatikus amerikai nők mondtak egymásnak, szarkasztikus félmondatokba csomagolva a TV képernyőjén két körcipő vásárlás között. Nem is csoda, ha egyben az is meggyőződésévé vált, hogy ezek a tévében látottak az igazi, a vérbeli nők, nem pedig amit otthon lát. Egy igazi nő nem dolgozik, nem nevel gyereket, vagy kezd komoly kapcsolatba, még ha csak 13 éves is, hanem borozgat. Későbbi trendek alapján majd koktélozik, kacarászik, flörtöl, cipőket vesz, és főleg szídja a férfiakat megállás nélkül. Timi azonban ez utóbbihoz még nem érezte magát elég karakteresnek, eléggé nőnek. Azonban ez is csak éppen annak volt ékes bizonyítéka, hogy kapcsolatuk eddigi közel 10 órája során Cyrano már oly mértékben nem hagyta kibontakozni őt, hogyha most nem lép sürgősen, tám sosem lesz eléggé karakán ahhoz, hogy nagyobb társaság előtt is képes legyen kellően változatos szellemességgel lehordani a férfiakat, amiért nem hagyják őt kibontakozni és Amazon izévé válni. Ördögi kör. Zárásukban az ötös alá fog nekünk zenélni. Szóval sziasztok még egyszer. Talán az ötös alá tovább egy telefonunk. Ez meg egy földéssel.
kihívták, amit leginkább a saját erőnkre gyújtunk össze, rengeteg verzió volt.
ötös alá egy ötös, csillagos ötös zenéjét, és akkor még csak egy hír búcsúzásul, hogy jövő héten, nem, egy hét múlva, az is jövő héten lesz, szerdán, ugyanitt 6-kor Apokrif és Forrás est lesz közösen, őrült meglepetés várható, ilyen előjövő Mikulás jelleggel. Nem ér delegációkat megvesni. Viszont most nem Hol? Ezt ki tudjátok sikerülni? Ugye tudod, hogy kell eltüntetni a dedikációt? Celluxa. Azaz. Tőlem tanultad, vagy? Tőled. Így tudtam. Az a kettő van. Nem, van még zsugi mondatban. Igen, mi kell csinálni, négy példányt tudunk, kell adunk kettő sorsát. Az ott nagyon elhasznál mellett tevé. Hallott, hogy nagybetűkkel adjad, mert én már nem olvasom el! Gyűjjön ide, tata! Melyiket kinek? Kettőnket? Melyik volt a miénk? Az volt az egyik. Az nem volt az enyém. Ezen van, ezen a Juva persze, vagy az a tiéd a jobbik. Na most melyik, de mit írja? Mindig olyan. Most magának te tudni ezt ez jó. Ez meg a... Na, csinál. Pedig bár. Ez már is egy kurja vagy egy kurziválja, ahogy írja. Azt tűz szövetség el. Miket írtél ezekből bele ezek álmok? Áron rögtön a könyvet. Még jó, hogy nyugdíjban mondottam, ez 230 oldal. No, nem lenne időm elolvasni. Ezt akartam megkérdezni, hogy lett volna a közösség. Jani a gyűrű? Hol hagytam? Szétfagyott, és itt a szét tört. Nem állt. De meg lehet csináltatni állítatot, hogy ezt írvalasok meg. Volt pecsétgyűrű. Ami miatt ő lett a pecsétgyűrű is. Jaj. A pecsétgyűrű. Nagyon találom. Kreatív. Ilyen pecsétleg vagyunk, ne arra, hogy ez nem te sem helyes harc, és a pecsétgyűrű. És kérdőség. Köszönöm. Na fogja meg. Jó van. Azt írtam nagybetűkkel, hogy nincsenek benne képek, így értenek is. Jaj! Bocsánat! Olyan nővérke. Jó lesz, köszönöm, Nóri nővérke. Te kezdjél gyakorol. Megnézem, amelyikben van nagybetű, ebben nincs nagybetű nesze. Ugyanaz. Szóval csak nagybetű? Nem. Az a nem. Az a nem. Az a nem. A Dunán nyújt. Jó, olvasom szerintem a hibát, nem lesz szívélyes. Kedves túlnyelet. Jó, nem. Nagyon sok sikert kívánok össze. Szépen. Gyerekek, nem volt többi kányol a végére. Tudsz adni egy ilyen komolyabb bizonylatot vele? Én bárkinek kell látni. 14.400 forint. Ez ott. Nagy Mesélj. Nem ér delegációkat megvesni. Nem ér csereberélni se semmi, oda figyelj szigorú vagyok. Köszönöm.